Nyolcadik fejezet A bájitalok mestere Nézd, ott van! Hol? A magas vörös hajú mellett. A szemüveges az. Láttad az arcát? Láttad a sebb helyét? Herit eféle sugdolózás kísérte attól a pillanattól fogva, hogy másnap reggel kilépett a hálószoba ajtaján. Az osztálytermek előtt sorban álltak a diákok, és nyakukat nyújtogatva nézték őt. Mások hátraarcot csináltak, csak hogy újra elmehessenek mellette és megbámulhassák. Herit ez meglehetősen zavarta, mert ő viszont arra próbált összpontosítani, hogy időben eljusson az egyes tantermekbe. A Roxfordban 142 lépcső volt. Akadtak széles, elegáns lépcsők, és akadtak keskeny rozogák. Voltak olyanok, amelyek pénteki napokon máshova vezettek, és olyanok, amelyekben középtájt volt egy eltűnő lépcsőfok, s azt emlékezetből át kellett ugrani. Az ajtókkal sem volt könnyebb boldogulni. Akadtak olyanok, amelyek csak akkor nyíltak ki, ha szépen kérték őket, vagy csiklandozni kellett őket a megfelelő helyen. Más ajtók nem is ajtók voltak, csak magukat ajtónak tettető falak, azt is igen nehéz volt megjegyezni, hogy mi hol van az iskolában, mert minden folyton vándorolt. Az arcképeken ábrázolt emberek átjártak egymáshoz látogatóba, és Harry megesküdött volna rá, hogy titokban a címer pajzsok is járkálnak. A kísértetek sem segítettek a diákoknak. Bosszantó élmény volt, mikor egyik-másik szellem épp azon az ajtón úszott át, amit az ember már jó ideje hiába feszegetett. Félig fejnélkülinik mindig szívesen útba igazította a griffendéles gólyákat. Hóborc viszont minimum két zárt ajtóval és egy trükkös lépcsővel jutalmazta azokat az elkésett diákokat, akik tőle kértek útmutatást. Ez a gaz kopogó szellem papírkosarat dobott a nebulók fejére, kihúzta a szőnyeget a lábuk alól, Kréta darabkákkal dobálta őket, vagy épp láthatatlanul mögéjük lopózott, megragadta az orrukat és a fülükbe kurjantott. Lopom az ormányt! Ha lehet, még hóporcnál is rosszabb volt azonban az iskola gonnoka, Árgus Fritsch. Herinek és Ronnak sikerült rögtön az első napon magukra haragítaniuk őt. Fritsch rajta kapta őket, amint megpróbálta kinyitni egy ajtót, melyről kiderült, hogy a harmadik emeleti tiltott folyosószakasz bejárata. A gonnok nem hitte el nekik, hogy eltévedtek. Biztosra vette, hogy szándékos behatolásra készültek. Azzal fenyegetőzött, hogy tömlőcbe veti mindkettőjüket, amikor arra tévedt Mógus professzor, és megmentette őket. Fritzsnek volt egy Mrs. Norris nevű ványat porszürke macskája. A jószágnak ugyanolyan dülledő, lámpaszerű szeme volt, mint a gazdájának. A macska egyedül jár őrözött a folyosókon, s ha látta, hogy valaki rendbontást követel, azonnal elrohant Fritzsért, aki másodperceken belül ott termett. Fritzs úgy ismerte az épület titkos járatait, mint senki más, talán csak a vízli ikrek, s a kísértetekhez hasonlóan bárhol fel tudott bukkanni. A nebulók szívből utálták őt, és nem egynek közülük dédelgetett vágyálma volt, hogy egyszer jól belerúgjon Mrs. Norrisba. Ha a szegény diák végre megtalálta a tantermet, következtek maguk az órák. Herinek hamar be kellett látnia, hogy a varázsló munkája több puszta hadonászós mormolós abrakadabránál. Minden szerdán éjfélkor teleszkóppal tanulmányozták az éjszakai eget. Megtanulták a csillagok nevét és megismerkedtek a bolygók mozgásával. Hetente háromszor kimentek a kastély mögötti növényházba gyom és gyógynövény tanórára bimba tanárnővel, aki egy köpcös kis boszorkány volt. Ott megtanulták, hogyan kell gondozni a sok különös virágot és gombát, s hogy melyik mire való. A legunalmasabb tantárgy, a mágia történet volt az egyetlen olyan óra, amit kísértett tartott. Binz professzor, mikor már nagyon öreg volt, egy este elbóbiskolt a tanári szoba kandalója előtt, és másnap reggel, amikor órára indult, a teste ott maradt a székben. Azóta Binz kísértetként diktálta a neveket és az évszámokat, s a nebulók továbbra is összekeverték esztelen Emeriket undok urrikkal. Flitwick professzor, a bűbájtan tanár olyan alacsony volt, hogy könyvkupacra kellett állnia, ha ki akart látni az asztal mögül. Az első óra elején böngészni kezdte a névsort. Mikor Harry nevéhez ért, izgatottan sikkantott egyet, és eltűnt az asztal mögött. Meggalagony órája megint más volt. Harry nem tévedett, amikor megállapította, hogy a professzor nem érdemes kukoricázni. Az okos és szigorú tanárnő mindjárt az első órán tisztázta a játék szabályokat. Az átváltoztatástan az egyik legbanyolultabb és legveszélyesebb a tantervben szereplő mágiák közül, jelentette ki. Aki rendetlenkedik az órámon, attól egyszer és mindenkor a búcsút veszünk. Ne mondják, hogy nem figyelmeztettem magukat. Ezután a professzorasszony malacszá változtatta a tanári asztalt, majd a malacból ismét asztalt csinált. Az elsősöknek nagyon tetszett a mutatvány, és alig várták, hogy ők is kipróbálhassák. Egy-kettőre kiderült azonban, hogy még sokáig nem fognak bútor darabokat állatokká változtatni. Először is rengeteget jegyzeteltek, azután kaptak egy-egy szál gyufát, és azt kellett fűvé varázsolniuk. Óra végéig csak Hermione Grangernek sikerült látható változást előidéznie a gyufaszálon. Meggalagony professzor meg is mutatta az osztálynak, milyen szép, fényes és hegyes lett Hermione gyufája, és ritka ajándékkal egy mosolyjal jutalmazta a lányt. Az osztályt a tantárgyak közül a legjobban a sötét varázslatok kivédése izgatta, de Mógus professzor órája kisé nevetségesnek bizonyult. Az egész teremben átható szag volt, köztudottan azért, hogy távol tartson egy vámpírt, akivel Mógus Romániában találkozott, s aki a professzor szerint mostanában készült eljönni érte. A turbányát saját bevallása szerint egy afrikai hercegtől kapta ajándékba, amiért megszabadította őt egy rámenős zombitól. Ez a történet azonban nem mindenkit győzött meg, s mikor Seamus megkérdezte Mógust, hogy meséljen a zombival vívott párviadaláról, a professzor elpirult, és az időjárásról kezdett beszélni. Egyébként a turbánt is különös illat lengte körül, s a vízli ikrek váltig állították, hogy az is ki van tömve fokhagymával. Harry megkönnyebbülten tapasztalta, hogy nem indul hátránnyal a többiekhez képest. Rengeteg olyan elsős volt, aki mugli családból származott, és hozzá hasonlóan mindeddig fogalma sem volt saját boszorka, illetve varázsló mi voltáról. A gólyáknak nagyon sok mindent kellett megtanulniuk, így a ronfélék sem indultak különösebb előnnyel. Pénteken olyasmi történt, ami eddig soha. Harrynek és Ronnak első nekifutásra sikerült letalálniuk a nagyterembe, ahol a reggeli várta őket. Milyen óráink lesznek ma? kérdezte Harry, miközben megcukrozta az apkásáját. Dupla bájitalóra a mardekárosokkal. Felelte Rón. Piton tartja, a mardekár vezető tanára. Azt mondják, kivételez velük. Majd meglátjuk. Bár csak Meggalagony is kivételezne mi velünk. Sóhajtott Harry. Meggalagony professzor a vezetője volt, de ez nem zavarta abban, hogy egy rakásházi feladatot adjon fel nekik megérkezett a napi posta. Harry most már megszokta a dolgot, de első nap ugyancsak megijedt, amikor reggeli közben hirtelen vagy száz bagoly röppent be a nagy terembe. A madarak az asztalok fölött keringve megkeresték a címzettet, majd fölérepültek és az ölébe dobták a küldeményt. Hedvig mindeddig semmit sem hozott Harrynek. Csupán azért repült be néha hozzá, hogy meghúzogassa a fülét, vagy csipegessen egy kis pirítóst, mielőtt a többi madárral együtt álomra hajtja fejét a bagolyházban. Ezen a reggelen azonban leszállt a lekvár és a cukortartó közé, és egy levelet pottyantott gazdája tányérjára. Harry nyomban felbontotta az üzenetet, és elolvasta a gírbegurba betűkkel írt szöveget. Kedves Harry, Tudom, hogy péntek délután nincs tanítás, és arra gondoltam, hogy három óra körül átjöhetnél hozzám teára. Kíváncsi vagyok, mi minden történt veled az első héten. Küldj választ Hedviggel! Hagrid. Harry kölcsönkérte Ron Lut tollát, ráfirkantotta a levél hátuljára, hogy köszönöm, ott leszek, és útjára bocsátotta Hedviget. Később a hágriddal tervezett teázás volt az egyetlen dolog, ami még vigasztalta Harryt. A bájtal óra ugyanis szörnyűbb volt, mint bármi, ami eddig történt vele. Az évnyitóban ketten Herinek az a benyomása támadt, hogy Piton ellenszenvesnek találja őt. A bájtal óra végére belátta, hogy tévedett. Piton nem pusztán ellenszenvesnek találta, hanem egyenesen gyűlölte. A bájtal órát a kastély egyik tömlöcében tartották. Odalent jóval hidegebb volt, mint a fenti termekben, s épp elég hátborzongató lett volna a hangulat az üvegedényekben úszkáló döglött állatok nélkül is, amelyek körös körül a falakat díszítették. Flitwickhez hasonlóan Piton is úgy kezdte az órát, hogy végigment a névsoron, s akár csak Flitwick, ő is megállt Harry nevénél. Aha. Búgta mézes mázosam. Harry Potter, ami új. Üdvöskénk. Dráko Elfoly és barátai Krakk és Monstró a tenyerükbe vihogtak. Piton befejezte a névsorolvasást és az osztályra emelte tekintetét. Fekete szeme volt csak úgy, mint Hagridnak, de az óriással ellentétben neki egy cseppnyi melegség sem volt a pillantásában hideg és üres szeme sötét alagútra emlékeztetett. Azért vannak itt, hogy megismerkedjenek a bájtalkészítés készítés művészetével. Fogod bele bevezetőjébe, Piton. Halkan szinte suttogva beszélt, mégis minden szavát tisztán lehetett hallani. Akár csak meggalagony, ő is könnyedén el tudta érni, hogy néma csend legyen az óráján. Mivel itt nemigen hadonászunk a pálcával, folytatta, maguk biztosan úgy vélik majd, hogy ez nem igazi mágia. Nos, nem is várom el, hogy átérezzék, milyen csodálatos az üstben finoman fortyogó főzet fölött fodrozódó füstfelhő, és az emberi vér edényekben szét áradó folyadékok elmét elbódító érzékeket elzsongító ereje. Tőlem megtanulhatják, hogyan kell dicsőséget forralni, hírnevet a palackba zárni, sőt, halált rejteni a dugó alá. De csak akkor, ha nem olyan tökkel ütöttek, mint a tanítványaim többsége. A rövid beszéd hatására az osztály még jobban elcsendesedett. Harry és Ron sokat mondóan pillantottak egymásra. Hermione Granger izgatottan fészkelődött. Alig várta, hogy bebizonyíthassa, ő bizony nem tökkel ütött. Potter! Csattant váratlanul piton hangja. Mit kapok, ha ürömteába őrült aszfodíroz gyökeret keverek? Milyen teába? Micsoda gyökeret keverek? Harry rásandított Ronra, aki épp oly bután bámult, mint ő. Hermione keze viszont már a magasban volt. Nem tudom, tanár úr, felelte Harry. Piton csúfondárosan mosolygott. Lám, lám, a hírnév nem minden. Hermione-ra ügyet sem vetett. Próbáljuk meg újra, Potter. Ha szereznie kellene egy bezoárt, hol keresni? Hermione ültében olyan magasra nyújtotta a kezét, amilyen magasra csak tudta. Harrynek viszont halvány fogalma sem volt róla, mi az a bezoár. Igyekezett keresztül nézni Malfoyon, Krakon és Monstrón, akik csak úgy rászkódtak a nevetéstől. Nem tudom, tanár úr. Mindjárt gondoltam, hogy bele se nézett otthon a könyvekbe. Herni minden erejét összeszedte, hogy állni tudja Piton jéghideg tekintetét. Igenis átlapozta dőrzléknél a tankönyveket, de azt senki nem várhatja el tőle, hogy betéve tudja az egész ezer bűvös fű és gombát. Piton még mindig nem törődött Hermionéval. Potter, mi a különbség a sisakvirág és a farkas ülőfű között? Hermione most már felállt a helyéről, úgy nyújtózkodott a plafon felé. Nem tudom, felelte halkan Harry, de úgy látom Hermione tudja. Miért nem őt kérdezi? Néhányan felnevettek. Sémösz rákacsintott Harryre. Pitonnak annál kevésbé tetszett a megjegyzés. Ő jön le! Förmet rá Hermione-ra. Tájékoztatásul közlöm, Potter, hogy az üröm és az aszfodéloz keveréke altató hatású. Olyannyira, hogy az élő halál eszenciájának is nevezik. A bezoár a kecskegyomrából kivett kő. Védelmet nyújt a legtöbb méreggel szemben. Ami a sisakvirágot és a farkas ölőfűvet illeti, a kettő egy és ugyanaz. Ebrontófűnek, avagy akonitumnak is nevezik. Nos, mire várnak? Miért nem jegyzetelnek? A diákok zajosan kotorászni kezdtek lúttól és pergamen után. Piton felemelte a hangját. És egy pontot levonok a Griffendale háztól Potter szemtelen válaszáért. A Griffendélre az óra hátra levő részében is rájárt a rúd. A diákok azt a feladatot kapták, hogy pár munkában készítsenek el egy egyszerű gyógyfőzetet kelések kezelésére. Amíg dolgoztak, Piton fels alá sétált közöttük hosszú fekete talárjában. Figyelte, hogyan mérik ki a szárított csanánt, hogyan porítják a kígyófogat. Szinte minden nebulóra tett egy-két becsmérlő megjegyzést, csak Melfolyra nem, akit szemmel láthatóan kedvelt. Épp Melfoy jól sikerült mesztelen csigaraguját dicsérte, amikor egyszer csak hangos sistergés támadt, és zöld füstfelhő gomolygott fel a pincében. neville valami módon sikerült formátlan pacává olvasztani a sémös kondírját. Kettejük főzete szétáradt a kőpadlón, lyukat égetve a közelben állók cipőjébe. Pillanatokon belül az összes nebuló felugrott a székére. Neville nyöszörgött fájdalmában. Őt teljesen beterítette az üstből kiboruló főzet, s nyomban haragos vörös kelések jelentek meg mindkét karján és lábán. – Féleszű kölyök! – dühöngött Piton, miközben varázspálcája egyetlen suhintásával eltüntette a kiömlött folyadékot. A tűzön volt a kondér, amikor hozzáadta a főzethez a tarajos sült tüskéjét, igaz? Neville panaszosan felnyögött most már az orra is tele volt kelésekkel. Kísérje fel a gyengélkedőbe! Mordult rá Sémőszre Piton, majd Harryhez és Ronhoz fordult, akik nevilék mellett dolgoztak. Potter miért nem szólt nekik, hogy ne keverjék bele a tüskét? Arra számított, hogy maga ügyesebbnek tűnik, ha ők elrontják, mi? Ezért még egy pontot levonok a Griffendéltől. A nyilvánvaló igazságtalanság annyira felháborította Harryt, hogy vitába akart szállni Pitonnal. Ron azonban egy figyelmeztető rúgással csendre intette. – Ne felesej vele! – súgta. – Nagyon undok tud lenni, ha felbosszantják. Egy órával később Harry rossz kedvűen kaptatott felfelé a pincelépcsőjén. Még csak egy hete jártak iskolába, de a Griffendél már is két pontot veszített miatta. Mi oka lehet rá Pitonnak, hogy ennyire utálja őt? Fel a fejjel, vigasztalta Ron. Piton Fredtől és George-tól is mindig levon pontokat. Veled mehetek Hagridhoz? Három előtt öt perccel kiléptek a kastélyból, és elindultak a parkon át. Hagrid egy fából készült házikóban lakott a tiltott rengeteg szélén. A kunyhó bejárata előtt egy nyílpuska és egy pár kalocsni hevert. Mikor Harry bekopogott, a kaparászás és mennydörgő ugatás hangzott fel odabent. Azután Hagrid hangja hallatszott. Vissza, agyar! Helyedre! Az ajtó kitárult, és megjelent Hagrid szőrös arca. Nyugi, agyar! Vissza! Beinvitálta a vendégeket, s közben a nyakörvénél fogva igyekezett féken tartani egy hatalmas, fekete, vatkanfogó fogó kopót. A ház egyetlen helységből állt. A mennyezetről sonkák és fácánok lógtak le, a tűzhelyen a lángok egy rézüst oldalát nyaldosták. A sarokban súlyos ágy terpeszkedett, rajta foltokból varrott takaró. Érezzétek otthon magatokat! Szólt Hagrid, azzal elengedte agyart. A kutya nyomban rávetette magát Ronra, és nyalogatni kezdte a fiú fülét. Gazdájához hasonlóan ő sem volt olyan vérszomjas, mint amilyennek látszott. Ő Ron, mutatta be barátját Harry. Hagrid forró vizet töltött egy öblős teáskannába, és te a süteményt szolgált fel egy tányéron. Újabb vízli, he? jegyezte meg, Ron szeplős képére sandítva. A fél életem arra ment rá, hogy a bátyáidat hajkuráztam az erdőben. Harrynek és Ronnak kis hián beletört a foguk a süteménybe, de azért jó képet vágtak hozzá. Töviről hegyire elmesélték Hagridnak az első órák tapasztalatait. Agyar Harry ölében nyugtatta a fejét, és jól összenyálaszta a fiú talárját. Harry és Ron őszinte örömére Hagrid rigolyás vén bolondként emlegette Fritzsurat. A macskáját meg azt a Mrs. Norris szívesen bemutatnám egyszer agyarnak. Tudjátok-e, hogy valahányszor felmegyek az iskolába, az a nyavajás bestia végig a sarkamban lohol? nem lehet lerázni. Persze, csúszítja rám. Harry Piton professzor órájáról is mesélt Hagridnak. Az óriásnak is az volt a véleménye, hogy nem kell törődni vele, hiszen Piton ki nem állhatja a legtöbb tanítványát. De engem különösen utál. Lári, fári, legyintett Hagrid. Mi oka volna rá? Hanem Harry észrevette, hogy Hagrid kerülte a tekintetét, amikor ezt mondta. Hogy van Charlie bátyád? Fordult Ronhoz Hagrid. Kamál Tamas rácot nagyon értett az állatokhoz. Harry eltűnődött, hogy Hagrid vajon szándékosan terelte -e más témára a beszélgetést. Amíg Ron charlie és a sárkányokról mesélt Hagridnak, ő kezébe vett egy darab újságpapírt, ami a teáskancsó alatt feküdt. A papíron a reggeli próféta egyik cikke állt. A Gringotts ügy legújabb fejleményei, Folytatódik a nyomozás a július 31-én a Gringozban történt betörés tettesei után. A büntényt a feltételezések szerint sötét varázslók vagy boszorkák követték el. A Gringoz koboldjai megerősítették, hogy a bankból semmi nem tűnt el. Egyébként a széfet, amit a betörők kinyitottak, épp a büntény napján ürítették ki. De nem kötjük az orrotokra, hogy mi volt benne, és ne is szaglászatok, ha jót akartok, nyilatkozta a gringot szóvivő koboldja a ma délutáni sajtótájékoztatón. Ron még a vonaton mesélte ugyan Harrynek, hogy valaki megpróbálta kirabolni a Gringottsot, de a dátumot nem említette. Hagrid szólt izgatottan Harry. A betörés épp a születésnapomon történt. A rablók jöhettek volna akkor is, amikor ott voltunk. Most már kétség sem fért hozzá, hogy Hagrid kerüli a tekintetét. Az óriás csak morgott valamit, és válasz helyett süteménnyel kínálta vendégeit. Harry újból elolvasta a cikket. Egyébként a széfet, amit a betörők kinyitottak, épp a bűntény napján ürítették ki. Hagrid 713-as széfet ürítette ki, már amennyiben kiürítésnek lehet nevezni, hogy kivette azt a piszkos kis csomagot. Lehet, hogy éppen azt keresték a tolvajok? Harry és Ron hamarosan elbúcsúztak Hagridtól, és az udvariasságból elfogadott süteményekkel megrakodva visszabaktattak a kastélyba vacsorázni. Harry egész úton lázasan töprengett. Az összes órájuk együtt véve sem gondolkoztatta el annyira, mint a teázás Hagridnál. Lehet, hogy az óriás az utolsó pillanatban hozta el a titokzatos csomagot a Gringottsból. Hol lehet most az a csomag? És vajon mi az, amit Hagrid Pitonról tud, de titokban akar tartani.